Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti határmenti szegdete, Bereg Daróc ad otthont egy igen kedves és egyedi hagyományőrző fesztiválnak, a Daróci Kenderes Napoknak, amely már nem is egy, hanem lassan két évtizedes hagyományra tekint vissza. A rendezvényt minden év augusztus első hétvégén tartják, Kender aratás idején. Az érdeklődők a két nap során érdekes és szórakoztató programok révén megismerkedhetnek a kenderfeldolgozás eredeti, népi módjával, és választ kaphatnak a kérdésre. Hogyan lesz a kender magból vászon? A kenderes napoknak valóban nagyon-nagyon sok időre nyúlik vissza a hagyománya, és itt ugye mindig van egy ötletadó, akit mindenképpen azért megemlítenék, Dalanics Zoltán, görögkatolikus lelkész volt, aki ezelőtt majd 20 évvel egy olyan ötlettel állt elő, hogy Bereg Darócnak mutassuk meg, hogy hogyan is lesz a kender magból a vászon. És akkor maga köré gyűjtötte a fiatalokat és azokat az aktívakat, akik láttak ebbe fantáziát, és mi se gondoltuk igazából, hogy hova fog fejlődni ez a rendezvény, de így azért a 17. alkalommal már elmondhatjuk azt, hogy valóban sikerült azt a tervet megvalósítani, ami akkor a fejekből kipattant, és ami a legfontosabb, hogy valóban ezzel a rendezvényel is tudjuk közvetíteni azokat az értékeket, azokat a hagyományokat, amelyek nem csak Bereg Daróc, hanem a Bereg, illetve a Szatmár Bereg köré épülnek, ahol ezen hagyományok megtalálhatóak. A népi hagyományok megőrzése nem csak a település, hanem az egész beregi vidék szempontjából fontos, hiszen így az egész régió nagyban erősödhet és fejlődhet. Tehát ezek az értékek lényegében ilyen lábakat képeznek a vidék alatt, amelyeket mindenképpen meg kell őriznünk, és az talán nem is elég, hogyha megőrizzük ezeket a múltunkba gyökerező értékeket, hanem ezeket úgy kell a hétköznapok részévé tenni, hogy azzal tovább is a további élésüket is biztosítsuk, és szinte észrevétlenül az kell, hogy a következő generációknak az életébe épüljön be, akár használati tárgyként is, vagy a hagyományok pedig mindenféleképpen természetesen más formában, de meg kell, hogy jelenjenek a hétköznapi élet során. Ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy valóban ezek az értékek generációkon átívelve képviseljék majd azt a tudást és azt a hagyományt, amelyet azt hiszem, hogy mi köszönhetünk az ősöknek. A térségben Bereg Darócon kívül számos kisebb település található. Jövőjük építése mindegyikük közös érdeke. Éppen ezért jó értelemben véve nagyban egymásra vannak utalva. Ez pedig kicsinségük ellenére erős fegyverténynek bizonyul. Itt a Szatmár-Beregben rengeteg kis település van, pár száz lelkes település, és ez a hosszú-hosszú évtizedek alatt itt valóban az emberek megtanulták azt, hogy itt másképpen nem lehet boldogulni, másképpen nem lehet túlélni, csak hogyha valóban képesek egymásra odafigyelni, és egymásra utalva tudnak dolgozni és élni, és így élni a mindennapjaikat. És azt hiszem, hogy pontosan ezért említettem azt, hogy ezeknek a kis településeknek a legnagyobb ereje valóban abban rejlik, hogy ők ilyen kicsik, és ezeket a tudásokat magukévá tették, és ezek a kis települések meg ráadásul egymással is nagyon jól tudnak együtt dolgozni, és ez pedig már egy következő lépés afelé, hogy valóban egy erős megyét és egy erős nemzetet tudjanak kialakítani, így és képezzék a magyar nemzetnek az alapját. Kendermagot mi elvessük májusba. Az augusztusra megnő 2,5 méter magasságra. A kender feldolgozásának a lépéseit sorolja ez a 74 éves néni. Ő azon kevesek között van, aki még tudja azokat a hagyományos népi módszereket, hogy miként lesz az elvetett kendermagból kész vászon. Rajta kívül még 5 vannak az idősebb korosztályból, akik a régi eszközöket használják a feldolgozáshoz, ismerik a munkamenet, csínyát-bínyát, de közülük is a legfiatalabb 60 év fölött van már. A településen működő tájházban a kenderfeldolgozás valamennyi lépését bemutatják, az ide látogatók pedig kipróbálhatják és maguk is megtanulhatják a munkafolyamatokat. A kenderes napokon az érdeklődők is megismerhették a nyivés, szöztcsinálás, fonás, szapulás, motollálás, vetés, szövés fortéjait. Kenderes nap szoktuk kinyűni. A nyövés az azt jelenti, hogy 3-4 szálat egyszerre a földből kihúzunk, lerakjuk a földre, kis kévéket kötünk belőle. A kinyűvés után visszük eláztatni. Van nekünk itt egy kis gödrünk, víz van benne, és abba áztassuk el. Az áztatás úgy történik, hogy két pamacs közzé tesszük a kenderkévéket, leszóljuk szalmával, utána sarat rakunk a tetejére, hogy lemenjen a víz aljára, mert ha felül marad, akkor nem tud ázni. 10 napig tart az áztatás. A 10 nap után kikeltsük. A keltés az úgy történik, hogy lemossuk a lerohadt levelet a kenderről.
utána kirakjuk megszáradni. A száradásra szép napfényes időben egy-két nap is elegendő. A megszáradt kendelt a kendeltörőn durvában megtörik, majd lábbal vagy dörzsölő segítségével dörzsölik, azaz tovább puhítják a már törött, ám kemény szálakat. Utána tilolónk kitiloljuk, hogy a benne maradt fás rész még kiszóródjon beleüle. Utána jön a szőzcsinálás. A szőzt a gerebenen csináljuk. Hát azt lehet mondani, hogy megfésüljük, vagy szőzcsinálunk. A szősznek is van fejeszősz, és van aprószősz. A fejeszőszből van a finom vászon. Abból van a lepedő, a szedetkendő. Ez volt az ezelőtti lányoknak a staférungja. Az aprószőszből pedig zsákot szőttünk. A növényből semmi sem ment kárba. Még a legutolsó rossz, maradék szőszt sem dobták el, hanem a szekerek lekötésére kötelet fontak belőle. A fonásra teljesen előkészített szőzt összekötve elrakták, és csak a kinti munkák befejezésekor késő ősszel vették újra elő. A fonás, az van kerekes guzsajon is fonás, és kézi fonás is. Az orsót forgatom, a szőzt húzogom, és így megsodródik a szőz. Mikor megfontuk, akkor ezt lemotauláljuk. Hát a motaulálás is, a motaulára 4 pászma fonalat teszünk. 1 pászma 60 ige, 1 ige 3 szál. Ez nekünk a mérőegység. Mikor megvan a 4 pászma, akkor levesszük a motauláról, összekössük és kezdünk újat. Hát egy télen a lányok 10-12 darab fonalat is fontak. A fonalat azonban még szapulással fehéríteni kell. Ehhez hamuslúgos vízben főzik ki a szálakat, amiket ezután megszárítanak, megcsüllenek, megvetnek, majd a megvetett fonal kerül az esztovátára, a szövőszékre. Így jut el a kender a magtól a vászonig. A kender termesztésével és feldolgozásával Beregdarócon ismét komolyabban kívánnak foglalkozni. Éppen ezért a kenderes napok már túlmutat a hagyományok őrzésén és a jövő építését is szolgálja. Eljött az a pillanat, mikor menedzsment szemlélettel kell nézni a települések életét, és én nagy reménységet fűzök a Nemzetstratégiai Intézettel közösen, hogy a helyi gazdákkal próbáljunk kendert termelni, és a Kárpát-medencébe újra felhozni a kendert termelés, és ezt szeretném Beregdarócot becsatlakoztatni a Kárpátok Szatmári térsége, ilyen Beregdaróci központtal szeretnék kendert termeszteni, és a kendert termesztéssel foglalkozni. A kendertermesztés felélesztéséhez azonban a régi hagyományokat, a régi ismereteket is fel kell éleszteni, az új generációnak fel kell eleveníteni a régiek tudását. Ez a kis hagyomány lassan-lassan-lassan azért eltűnőben volt, míg aztán elkezdtük felkarolni, hogy azért a kisöregjeink, akik ezt művelték, mert tudjuk ugye, hogy az évszázad, a 20. század elején ugye minden kenderből készült ágynemű, mindenféle használati dolog, ez eltűnt a iparosodással, és ugye itt is szép lassan eltűnt, a kisöregeink lassan elmentek sajnos, és nem volt, aki átadja ezt a hagyományokat, de viszont ezt próbáltuk mégis továbbadni a fiataloknak, tehát nem napi szinten műveljük, kendertermelés még csak egy ilyen 200 négyzetméteren zajlik, tehát még felpillanat csak a bemutató kedvéért, de ha összejönnek a terveink, és a Jóisten megsegít bennünket, akkor hamarosan 50-100 hektáron fogjuk termelni a kendert, ezáltal munkát adunk a helyi vállalkozóknak, és munkát adunk a helyi embereknek. A kendertermesztés korábban komoly hagyománnyal és gazdasági jelentőséggel bírt Magyarországon. Ennek felélesztése pedig nem lehetetlen, sőt kifejezett cél is. Magyarország egykor nagy kender nagy hatalom volt. Ebből az időből származik Orbán Balárnak ez a bizonyos mondása, illetve írása, mely szerint a mi kenderünk a kontinens minden kendere beleértve a legkiválóbb kender, éppen ezért nemzetgazdászati jelentőséggel bír, írta ő. Nos, ez nem csak a múltra igaz, ez most is igaz, ugyanis igaz, hogy megszűnt az elmúlt évtizedekben a kender termesztése és feldolgozása, ugyanakkor minden erőforrásunk, minden természeti és emberi erőforrásunk megvan ahhoz, hogy a magyarságot ismét kender nagy hatalommá tegyük a Kárpát-medencében. Ez azonban hosszú út még, hiszen szinte a nulláról kell újraépítkezni. Persze a megújulásra is szükség van, hiszen már nem lehet a régi, hagyományos népi módszereket alkalmazni, hanem a modern kor igényeihez kell alkalmazkodni.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt évtizedekben kihalt szinte az a tudás, ami ezt övezte, illetve a tiszta magyar kender mag, mint szaporító anyag is megszűnt, ezért újra kell a rendszert építeni. Tehát a fajta nemesítéstől, a szaporító anyag, tehát a kendermag előállításától kezdve, egészen a termesztésen természetesen át a feldolgozásig, majd pedig a piacképes termékeknek a piacra viteléig, ezt az egész vertikumot újra kell építeni, mégpedig nem a 19. századi módon, hanem a 21. századi technológiai és piaci igényeknek megfelelően. A kenderre épülő ipar újjáélesztése a térségben beleillik a kormány vidékfejlesztési stratégiájába is. Az első csoportba tartoznak azok a támogatások, amelyek ezek a támogatások többségét teszik ki. Egyébként, amelyek a gazdaságfejlesztést szolgálják, elsősorban a mezőgazdaságfejlesztést, hiszen számunkra Magyarország azért a vidéki gazdaság, bárki bármit is mond, messziről jött emberen ne tessenek hinni, bárki bármit is mond, azért a mezőgazdaság az a vidéki gazdaságnak az alapja, életerős vidék, életerős gazdaság, mezőgazdaság, élelmiszer, ipar nélkül nem létezhet, tehát ezek a legfontosabb gazdaságfejlesztési céluk, de legalább annyira fontosak a közösségfejlesztési támogatásaink. A Daróczi Kenderes Napokon a látogatók nem csak a kender termesztéssel és feldolgozással ismerkedhettek meg, hanem annak végtermékeivel is, így például a Berek Daróczi Unikumnak számító vászonvirággal. Megálmodója a Kenderes Napnak, kitalálta, hogy készítsünk ajándékot a vendégeknek, és hát úgy menet közben ez is megszületett, hogy vászonból virág. Hát ez már 17 éve, hogy történt, és azóta én egyre sok oldalukban elkezdtem készítgetni. A natur virágok, ami nincs befestve, azokat elfogadta a iparművészeti lektorátus. Tehát elküldtem a virágokat, hogy lektorálják, azokat elfogadták. Hát a színeseket az nem, de végül az embereknek a színes tetszik, ezért én befestem a vásztat, ahogy kívánják. Nem csak a vászonvirág számít egyedinek a településen, hanem a különleges beregi keresztszemes hímzés is. A beregi, hát az legfőképpen a madarak a fák ágain, vagy virágok közt ágain párba, vagy kakasok, rendes baromfi kakasok, az is a nagy mindene. Aztán vannak a virágok, például a gránátalma, van aki azt mondja, hogy medgyes, mert tényleg hasonlít a medgy fazonjához. Akkor ugye vannak azok a gyönyörű szép szélminták, amiken kis apró virágokat, kis szegfüket összeállítanak, akár 4, akár 8 ágba, aztán vannak a gyönyörű csillagok, amik különböző, de nagyon különböző csillagmintákat lehet például ott is látni, szinte csillag alakúan vezetik a mintát. És szóval ez egy annyira abszurd, hogy ezen a részen van csak, mert Magyarországnak a többi részen mindegyiknek más, tehát minden tájnak megvan a maga jellegzetessége. De természetesen gasztronómiai udvar is várta a helyi ízek iránt érdeklődőket, valamint a színpadon bemutatkoztak a térség hagyományait őrző együttesek is.